Sziasztok! Ez itt a Fallout New Vegas, mert mainstream játékok jók. A hold. Figyelj, ez egy kép lesz. Figyelj! És ha! Hogy tudtam? The Walking Dead. Ah! Ez menő gyerek. Te vagy a stalker? Wow! Egy fizikussal se konzultáltak szerintem a játék elkészítése előtt. Törön, 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 figyelj, mindjárt kírják, hogy Fallout New Vegas, hogy tudjuk, mivel játszunk. Oda, 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 gyorsan, gyorsan fussatok oda. Na, minden játékba kell egy laza csávó, ugye ezt már tudjuk. Mit ábrázol az a kép? Két medve, aki... Na jó, hagyjuk. Hello, Fritz. Jó, ez egy kétfejű medve! Oké, elnézést, elnézést, elnézést mindenkitől. Ellenség! Ne már! Egy játékban ellenség? Ilyet se láttunk még. Na, nem lehet ilyen Houdini trükköt, ilyen kiszabadulósat? Úgyhogy az én vagyok, akit elásnak. Ó. Oh. De figyelj, ha majd egyszer lesz egy fegyverem, úgy befogom lyukasztani azt a jól fésült fejedet. Tök jó, hogy ilyen depresszióval kezdődik az egész. Fallout New Vegas, ez legalább ilyen kis diszkrét, nem úgy, mint a Deus Ex-nél. A mennybe vagyok? Hát, majdnem, majdnem. Na, karakter, na figyelj! Úgy érzem, ez egy tökéletes név lesz neked. Oké. Okay. Jaj, most, aha. Jó lesz, akkor leszek férfi. Aztán, mi az a toka? Mi az a toka? Hogy az csak árnyék? Én nem néz ki, mint hogy ilyen tokás lennék. Oké, okay, akkor van választási lehetőségem Kim Jong-il. Hogy is hívják azt a színészt? Mindegy. Egy férfi és egy Gandhi között. Leszek Gandhi. Aztán lássuk. Én esküszöm, Gandhi leszek. Melyik néz ki? Ó, melyik néz ki a leggandisabban? Lássuk. Ez elég gandis. Oké, okay, akkor azt hiszem megvan. Mondjuk ez preset. Oké, okay, Gandhi elég öreg volt, nem? Szóval akkor még egy kicsit. Gandhi elég öreg volt. Igen, 80 évesen született amúgy. Mondjuk ez így elég öreg. Így. Gandhi kopasz volt, szóval... Maradjon is úgy. Van valahol kopasz? Á. Hát ez tökéletes. Oké. Okay. Úgy érzem most nagyon... Nagyon teljesítettem. Ó, nagyon kemény drogot adtál nekem, te csávóka. Ja, ez az erő, oké. Okay. Hát Gandhi annyira nem volt erős, szóval akkor menjünk így. Perception. Hát Gandhi elég békés volt, szóval akkor nem is nagyon robbantgatunk vele. Viszont... Hát igen, hát Gandhi jó, maradhat mondjuk 5-ös mozgékonyságon. Gandhi nagyon meggyőző volt, szóval azt felvesszük teljesen. Intelligens is volt, illetve... Hát annyira nem mozgékony. Viszont baromi szerencsés. Akkor úgy gondolom, hogy ez így tökéletes lesz Gandhi számára. Dog... Macska! De célpont! Nem, investment. Álom. Bandit. Svájci sajt. Bob. Kukicsa. Jaj, de jó. Emberi páncél. Jaj, de rossz. Oké.
Na jó, hagyjuk inkább. Legyen semmiről véleményem? Semmiről sem lesz véleményem, meglátjuk mi lesz. Semmiről nincsen véleményem. Ez kérem szépen, ez egy völgy kiálló sziklákkal, van ilyen? Ez pedig egy birodalmi sas, körülötte az ordibáló és jajongó németekkel. A tudomány, eladó, meg energy weapons. Hallod, ez nem is rossz, ahhoz képest, hogy semmiről se volt véleményem. Nem vetkőzök le, hagyjál! Amúgy itt egy rülök ebbe a házba. Beköltözhetek mellé, mert úgyis úgy megszerettük egymást, nem? Igen, tudom, játszottam a Fallout 3-mal is, köszi. Köszi, meg minden, pusz-pusz. Most bármikor visszajöhetek hozzád felgyógyulni, szóval a kocsit játszunk olyat, hogy kijövök, lelőhetem magam, és mindig visszajövök, és kíváncsi vagyok, meddig bírod. Ah, annyira fényes. Ah. Ah. Ah, egy nap enyém lesz ez a hely. Ugye ezek a robotrendőrök? Hello, inzultálhatlak? Inzultálj, tartóztas le, Viktor. Ah! A tornádó, mini tornádó. Követlek. Oké, és eltűnt. Hey! Mondd a sztorid. Mi a sztorid, bajszos bácsi? Jézusom. Te nem az apám vagy véletlenül? Az iskola az tényleg nagyon creepy lehet. Én már csak tudom. Inkább menjünk be. Prospektor. Prospektor. Kösz. Amúgy hello, tehát elég erős indítás volt így a kapcsolatunknak. Aha, menjek a szalon mögé. Nem tudom, 3 perce ismertük meg egymást, de azért ennyire jóban ne legyünk már. Hello. Mondtam már, hogy... Na jó, inkább menjünk a csajhoz, azt erőszakoltassuk meg magunkat. Ja, ez ilyen lövészet próba, mert gondolom éhénység közepette nincs jobb dolgok az embereknek, mint üvegeket szétlőni. Veled is annyira megszerettük egymást, és mindenki olyan barátságos, hogy... Mindenki olyan barátságos, hogy egyből mindenki megbízik bennem 100%-osan. Nagyon megharagszol, ha levem a kutyát hátulról. Álljunk már egy percre. Hú, 60 éves embert így futtatnak. Jó, mehetünk. Hú. Hallod, meddig megyünk már? Komolyan mondom. Kocsid nincsen? Vagy ilyesmi? Vagy egy bicikli is jó lett volna már. Jézusom. Hát nem takarodsz, te geek. Jesus. Hát, hogy rád nem számítottam, az hódziher. Oh, fuck off. Na jó, hagyjál békén. Nem is tudod te még. De most komolyan, te simán elküldtél egy random nőhöz, itt így működik az élet? De sem tagadhatnánk, hogy ez egy Bethesda játék. Na, én közel most elmegyek felfedezni. Ah, was ist das? Ajajajajaj, sziasztok srácok! Megint egy ilyen mosolygós... Nézd meg a fejét, nézd meg a fejét! Hogy mosolyog, kis szemét, oda fogok lőni és kész. Hello, valaki van itt? Jöttem, tudod, én vagyok az, tudod, én, tudod. Hello? Hello? Szia! Szóval milyen volt a tegnap estéd? Aha, érdekes, érdekes, na jó, ennek vessünk véget inkább. Primma! A felirat szerint. Ezt hogy csináltam? Jézusom.
El tudom látni magam, nyugi van, nyugi van. Most mit bomolt nekem össze-vissza ez az ember, hogy úristen, ne gyere be, veszély. Hát, ja. Eddig tényleg veszélyesnek néz ki. Hello, csávó. Van valami titkod? Ó, ez Sergeant. Beszéljünk egy igazi tábornokkal? Mondjad. Igen, el tudtam olvasni a neved. Úristen. Hát, csak megkérdezem, honnan jöttél, de gondolom. Úgy nézek, mint ilyen japán légi irányító, szóval. Hub. Oké, szevasz. Hát ez baromira nem volt érdekes. Hogy miattad van lezárva az egész? Város amúgy, tehát hogy te vagy az összeveszett elvetemült, hogy naplemente után átalakulsz vérfarkassá? Na jó, hát akkor én úgy döntöttem, itt most lefekszem szépen, nézegetem a tájat, és ezzel be is fejezem ezt a videót. Há, jó éjszakát, gyerekek.